Üdvözlehetem mindenkinek, ez itt ismét a Revival Esper Mavic Hungarian FT10 széria. Én Spirit vagyok, és itt van velem FX, ha tudnék beszélni. Sziasztok, itt FX. Mi fogjuk kommentálni a mai FT10-et Mephi és Black Rain között. Úgyhogy én úgy látom egyébként, hogy ez egy eléggé ígéretes meccs lesz. Igen, vagy igen. Hát annak ígérkezik. Neked mik a predikcióid? Az én predikcióim, mert elsősorban az lesz az én predikcióm, hogy én most lemegyek ennek a lobbynak az aljára, amint a billentyűzetem kombinál. És az első meccs ez egy connection check, és utána kezdődik élesben az FT10, addig maradunk a lobby képernyőn. Nos, nézzük, ugye Black Rain most alapvetően magasabb rankú, de ez nálunk nem igazán jelent semmit, mert nem rankedezett nem tudom mióta. Most részt vett a World Warrior, CPT World Warrior eventben, hetedik lett nemrég. Black Rain, illetve vagy Lord RP7, nem tudom, hogy mennyi ideje nem játszott. Vagy játszott-e, vagy mi a szitu mostanság, de alapvetően tudjuk, hogy van egy jó Akumája, van egy jó Jurienje. Igen, eléggé sok karakterrel játszik. Viszont az biztos, hogy jelenleg Mephi jobban lendületben van. 11 pickelt a connection checkhez. Hát, úgy kell. Mephi ugye Bison, illetve Jury Player. Nem tudom, mi lesz. Én itt igazából arra vagyok kíváncsi, hogy Black Rain mennyire van formában. Igen. Azért emlékszem még, hogy Black Rain-nel játszottunk még, már nem is emlékszem, hogy volt a törnyének a neve, de vele játszottam még a Grand Finals-t is, hogy egy eléggé stabil játékos azért. És az, hogy a sok karakter... egy kicsit felgyors futori player. De az, hogy eléggé sok karakterrel tud igazán jól játszani, szóval a... Szerintem az Akumának a rossz meccsapjai abszolút coverölve vannak karaktere szempontjából. Úgyhogy itt tényleg arra fog valószínűleg lejönni, vagy hát lebomlani a meccs, hogy a formában lévő ember vs a rusty tehetség. Igen, igen. Mi lesz belőle? Vajon hogy lesz? És egy eredményt tippelsz? Egy eredményt. Jókat kérdezel. Nem tudom, ez tényleg kérdőjel. Ha engem kérdezel, Black Rain Jurienje elég stabil szokott lenni. Szerintem viszonylag közel lesz az első pár mérkőzés, aztán valamelyikük el fog vele húzni egy picit. Tehát én ilyen 10-15-16-ra számítok, de nem tudom, hogy ki fog nyerni. Szerintem ez momentum-based lesz. Azt mondod, hogy egyszer csak valaki elhúz, mielőtt a másik tudna adaptálni, és ez lesz az eredmény. Én erre tudok tippelni, de ha engem kérdezel, én Black Rain-nek adnám ezt a meccset. Aha. Én Mephinek drukkolok, most játszottam vele pont tegnap, azért a Bison-ja az még mindig eléggé on point. Ja. Gyorsan én is a végére húzok a lobbynak, egy-kettő pillanat, és meg is vagyok. Közben megvárom, hogy mindenki rá bólincson, hogy... Aha. Hogy jó-e? Black Rain nem túl aktív a Discordon, de reméljük, hogy neki is minden oké lesz. Nem, kommunikálok vele. Aha. Úgyhogy innentől kezdve élesbe megy a történet. Kezdődik az FT10. Vajon na, hát teket fogunk látni? Én arra tippelek, hogy az első meccs az egy Bison Akuma lesz egyébként. Ahogy a profilok is mutatják? Igen. Ne, azért, mert mind a kettőnek ő a mélye, gondolom, mindenképpen egy kicsit a testing the waters jelleggel mind a kettőn a mélyükkel jönnek, ha csak nem sandbagel valamelyikőjük, amit már láttunk az FTT szériában már egy pár szó. Én azt mondom, hogy egy Akuma Bison lesz az első meccs. Aztán prove me wrong. Kiderül. Hát akkor... Wille! Ennyit a jóslataimról. Ráadásul a kedvenc utált zombi
kosztümömet választotta. Ja, nekem se tűnik túl esztétikusnak ez a skin. Na nézzük! Mi lesz az opening? Jól van. Elég jól kezi betolni a sorokba a Black Rain, de azért Mephi tartja magát. Szép. Nice absorb. Skill 1. Valóban ez kell a matchuphoz. És egy-két scissors már be is csúszik. Az pedig majdnem whiffpán is lett volna. Kár érte. Szép a medium kick. Egyelőre befépített fel magának egy egészen magas life leadet. Hát meg a meter lead is az övé. Black Rain eléggé tolta ott az EX Sonic Boom-okat az elején. Szép, nagyon szép kombó. Üzben is jöjjön a sorokban. Elkapta a backdash-t, vagy a jumpot. Az szép! Érdekes dash check az EX Sonic Boom-mal. Jön megint a pressure. EX Blast. Most fordítva vagyunk. Azaz! Command grab. Ez nem öli még meg, de most jön a setup és a kicsit delay-be vagyunk szerintem, úgyhogy igen, lehet, hogy majd tolni kéne egy részvényet. Képest. Nem baj. Ha wiffelgettünk. Érdekes módon úgy látom egyébként valahogy Black Rain próbál bejutni, nem pedig fordítva. Igen, én is arra számítanék, hogy a Gál inkább kinn akarná tartani a Bison-t. De most... Probét. Ez fine. És ott a V-shift. Hoppá, ez viszont nem jó, bedobták a sarokba, okos, sideswap, még egy throw. És itt most minden lehetőség RPT, avagy Black Rain, beugrott a sarokba, ez viszont annyira nem jó. Nem volt lecsekkelve a dash, V-trigger available mindkét oldalon. Szerintek, nice. Hoppá, itt is van. Mi lesz a setup? De szép fake cross-up. Ott van a low check, igen. Egy előre. Counter hit betalált. De kicsekkelte azzal a light punch-ra. Denied. Don't flip on me. Hoppá. Point blank, throw bait, nice. Jumpintem védte ki Mephi, ez plusz lesz, igen. Megpróbáltak kidobni. Jó terv volt, de kijutott a sarokban Mephi az EX stomp után. Szép air-to-air. Szép check. Ismét szép air-to-air, de Mephi érkezett le először. Egyelőre nagyon egyenlők a HP-k, egy kicsit több HP van Black Rain-nek. Trigger mindkét oldalon ismét. Black Rain aktivált először, és a throw bait-el meg is lehetett volna talán. De nem egészen jött össze, elrontotta az execution-t. Ajj, az Empire! Jajjajjaj. Szép, anti-air. És meg is van. Akkor ez egyik 1-0 Black Rain-nek. Ja, én meg gyorsan kilépek a játékból, és akkor kérek tőled egy restreamet. Nem tudnak visszainvite-olni menet közben. Na várjunk, nézzük meg egyébként, hogy a következő meccsen színbe vagyunk-e, mert lehet, hogy nem kell. Nem, meg nincs akkora különbség. Ja. Hogy... Megoldjuk így, mekkora crash counter! Ja. És plusz egy. Classic Bison. Viszont. Hopp, ott a stomp, oké. Okay. Meg is volt a counter, hét EX slash kick. Még mindig előrébb vagy, de nem baj. Igen. Hoppá! Szép a tró. Oké. Okay. Ez a vészkül egy milyen gyönyörű volt. Bizony. Aha, tró, megint át egy buttonod. Csak ebben a roundban átment egy Sonic Boom-on és egy Medium Punch-on a dash-on. Igen, eléggé ráérzett a Mephi, igen. Szép. Kár érte. Ugye a Bison dash-ének a közepén van egy kis invincible rész. Szép, át a vészkül fölött. Backthrow. De a sarokba, igen.
Szép a szamaszó. Nem invul, de oké. Okay. Ha működik, akkor működik. Igen. Ouch. Kinni kell benne. Az egy méter vészt. Szép a trótek. Aha, nagyon, nagyon stabilan tartják a midscreen-t egyébként, senki okay. Nem kerül be a cornerbe. Nagy kombó lehetőség. Aha. Nem jött szép össze teljesen, de nem baj. Viszont így most mefélye minden lehetőség, neki van csak V2G-re, nincsen resource a Black Rain-nek. Itt is van. Activation, nice dash check. Oké, okay, egy. Igen. Viszont a Mitty már nem jött össze. Úgyhogy... Az egy szép, egy. Akkor Buffy egyenlített egy-egy. Hát nem lesz igazam? Hát figyelj, ezt mondtuk egyébként azt, hogy valaki el fog húzni majd a vége fele. Úgyhogy még egyelőre még az... Még lehet, hogy egy karakter szelektet is. Igen, még lehet, hogy egy karakterváltást is látni fogunk, úgyhogy... Ki tudja? Ezekben az FT10-ekben főként az adaptálás van egyébként tesztelve, mennyire tudsz alkalmazkodni az ellenfelednek a játéstílusához, és ez oda-vissza megy. Nyilvánvalóan... Ennyiben más, mint a tournament play. Nyilvánvalóan... Van tournament play jelleg is benne, mert nyilván matchup, meg egyéb knowledge, de úgy alapvetően sokkal többet számít az ilyen hosszú távú adaptáció és a mind game-nek a progresszia. Nem jött össze a punish. Nem volt ott a punish, igen. Szép a vérreverzel. Igen. Crouching heavy punch-ot nyomott a standing helyett. Viszont most okay. Kidobják a pressure-ből, ez nem jó. Aha, szép a meaty. De szép volt viszont. Rosszabb a Sonic Boom-mal. Nézzük! Gyönyörű! Szép read volt Mephitől. Előre megnyomta a levegőben, számított rá, hogy utána fog ugrani Black Rain. Igen. Okay. Mennek oda-vissza a pressure opciók. Szép a back-to! Kis trédelgetés, pókolgatás. Hoppá, Caesar erősebb volt ebben az esetben. De szép. Érdekes volt az a jumping. Crash counter, nem vagyunk a sorokban. Aha, backthrow. Na, megpróbálta ellopni a sarkot, de nem sikerült. Aha, activate. Jön a V-trigger, szép test check. Azaz! Igen. 2-1. Saját tapasztalatomban ez a matchup egyébként annyira nem is katasztrofális Bisonnak. Aha. Úgyhogy... És mit mondanám, hogy ez vagy... Bison vagy Guy of Favored? Hát... Nagyjából egyenlő. Aha. Eléggé player matchup jellegű. Uh-huh. Talán, hogyha nagyon kielemezgetnénk, lehetne kisebb-nagyobb előnyöket találni ide vagy oda, de úgy alapvetően... Kicsit előbb tolta a V-skill egyet, mint kellett volna, úgyhogy nem sikert abszorbolni. Úgyis van. Nem volt conversion. A V-shift. Aha, szép. Nice, hát a V-skill fel. Jó van, Bison zónázás, let's go. Whiffban is. A guy sweep whiffban is. 7 frame startup ugyebár, és elér a világ végéig is. Hoppá, szép reakció. A fi részéről. Aha, jól átugorja a boomot. Bár. Szép! True break. Nice air, nem scissors lett a vége, hanem blast, ezért nem elég, de nem baj. Egy kis ütés is elég lesz. Hoppá, viszont crash counter activate. Szép! Egy hiba Black Rain részétől, és Mephi már is leütötte. Az a throw egy kicsit messze volt. Igen. Oké, ez jól kikerült a Devil's Reversal, backthrow. Blacklane-nek eddig jobban mentek a dash check-kelések. Lehet egy kicsit igen. Megremegett a koncentrációja, és most megint elkapja az EX stomp. Ott a V-skill. Absorb. Szép. Nem dobta vissza, de még mindig meg van a fireball. Szép az overhead a check. Oké, backthrow. Mephi szereti ezeket a backthrow-kat.
A Bison Special. Megpróbáltam sorolni a V-skill-eggyel, de... Szép backjump air-to-air. Bisonnak egy rendkívül jó eszköze, ez a backjump jab. Aha. Á, nem sikerül konfigurálni a Crouching Medium Punchot. Könnyebb lenne szerintem Mephinek a dolga. Guess for game. Oh! No respect! No respect! Akkor ez egy 3-1. Azt hiszed védekezni fogok wake-upon? No. Ember, Bisonnal játszom, védekezés ez illegális. Csak a gomb. Csak a gomb. Only but ez olyan, mint az Only Fans. Ez csak gombokkal. Only buttons. Only normals. Only normals, úgy. Ó, oh, szép a descsek. Ó, oh, viszont nem jött. Na, mi lesz a flashkick a végén. Hoppá, wake up flashkick. Nem baj, hogy nem invincible. Nekünk az is jó. Hinni kell benne is invincible. Így működik. Egyelőre ezt basszus. A roundot Black Rain vezeti. Igen, eléggé bele kapcsolva, de ott a backthrow. Most elkapták. Oké, Meaty. Épekesség. Most már ráköltjük a métert, most már nem cicúzunk. Úgy is van. Ó, oh, és ez a jump in, ez elég lesz. 69 every time. No, Bison a Kabuki installal. Jó, ennyi volt. Nem tartott sokáig. Igen, hoppá! De szép. Peri. Ugye mert a Vészkile egy absorb, az egy peri is. Aha. Csak az, hogy legyen minden a Bisonnak természetesen. Nem igazán jó, mint peri. 7 frame startupja van, tehát hogy... meg hát nem akkor mindent periz le, de igen. Peri-e is. Erre a szituációra pont jó volt, igen. Tökéletes volt, igen, valóban. Szép. Get off me megint. Reverse-el. Oho, gyors absorb, aztán backdash. Let me take that real quick. Szép a check. Szép dash check viszont. Erre most valahogy készülve, nézzük a kombót. Oh, aha, backthrough megint, de most a sarokban is vagyunk, király. A kosszát szépen kivédte. Szép a festék. Jó reversal, most vissza az éjbe, meg volt a throw bait. Mi fel a throw? Hájjájjájjá. Oké. Oké, overhead, nem lett kivédve. Pár hitre vagyunk mindkét oldalt. Az a miniszter down. Jön is az activate. Az és a Psycho Crusher az EX Blast után. És még meg is volt egy Jaga. Ez a meccs igazán kéne RP7-nek, hogy kiegyenlítsen. Igen. De lehet, hogy úgy dönt, hogy más karaktert fog hozni erre a meccsre. Hogyha 4-1 lesz, ez meglátjuk az eredmény. Igen. A Viff. Aha, gyönyörűen elkapta azt a Viffet a EX Scissorrel. Szépen kivédi a DP-t, Cash Counter, kombó. Á, de Viff fel a Scissor. Nem jött össze a kombó, de nem baj. Oké, nincs Entire, jó? Aha, ott... Á, kár ért, azt lehet, hogy egy szüppel jobb lett volna. De a trade-em. Ott a 4-1. És úgy látszik, a tippem eddig falsnak minősül. Na lássuk, hogy elgondolkozunk-e ezen a karakter selecten. Azért 4-1-nél már. Nem, még adunk Gálnak még egy esélyt, jól van. Jó lesz ez. Az előző meccsben már azért volt elég lendülete pár helyen. A, igen. Szép a tró. Úgyis van, oppá, okay. Szép gyönyörű Meaty. Nem Meaty volt. Ez nem volt Meaty? Igen, throat-tapott el, késett. Szép volt, counter hit conversion után. Na, és most nagyon megvan a lendület. Igen. Lássuk, hogy Mephi tudta fordítani. Igen, felskép. Nem igazán van HP, guess for game. Overhead nem jött össze. Egy kis hit, egy light, bármi elég, ott is van. Szép, rosszabb. Mephi megpróbálta a levegőben R2R-ezni ezt a rosszabbot, de nem igazán jött össze. Hát igen. Viszont most ő ugrott be. Oh, gyönyörű crosshárt és overzálja. Igen. Próbálja a Sonic Boom-okkal kint tartani, de absorbban már így full screen Bison ellen a Sonic Boom, az nem annyira jó, szép air-to-air. Kár késő volt az a whiff, van is.
és már egy fél lapés life lead, sőt kicsit több. Viszont jó a V-shift be a sarokba, ez kellemetlen. Fordul a kocka. Nem jött össze a simi. Egy kicsit korán nyomta a V-shiftet, vagy a V-skillt. Egy picit igen. Szép! Szép a tró. De megint random. Megint a trótekbe belesétált. Igen. Nem is igazán szereti a ezeket a backtrókat, és működnek is, úgyhogy... Miért ne csinálná? Tehát a Crusher plusz. CA! És elkapja. Valami normált elkapott vele. Igen, igen. Azért arra én sem számítottam volna ott, hogy rossz CA. Ja. Belenyúltam volna. Punisholni lehetett volna egyébként ezt a Psycho Crusher, nem volt jó a spacing, de csak egy jab sikerült. Aha. És itt ilyen Bison. Szép a cross-up, nagyon konvertálja. Ez viszont... Aha, az elég nagy kombó. A Crash Counter a two-way-tra, jajjajjaj. Nem tudom, miért Bisonnak a Crash Counterével, hogy jobban fájnak, mint más karakterei. Igen. Hoppá, ott a Command Grab is ráadásul, és elég is, 5-1. 69 every time. Ha esetleg. Nem, de egyébként tényleg a Bisonnak ez az animációk is hozzáteszik, hogy így csak így ákocson térdel, és Crash Counter. És fáj is, mint a fene. Úgyhogy... Megvan ez az ilyen Psycho Warfare aspektus. Igen. És itt a karakter pick. És megyünk is a lobbiba. Na nézzük. Hosszú a loading screen, úgyhogy biztosak lehetünk benne. Igen. Hogy és 5-1 az eredményünk fog... akkor eddig. Csak igen, hogy eddig 5-1-nél tartunk. Én közben szépen megyek le az aljára. Na mire tippelsz? Mi lesz a karakter pick? Én Julianra számítok. Én egy Akumára számítok. Lássuk, hogy kinek lesz az igaza. Aztán lehet, hogy még a végén valami wildcard. Nem tudom. Rose. Lehet. Ki tudja. Sose lehet tudni ezekkel a játékosokkal, hogy éppen mi a igen. Flavor of the month. Emlékszem, hogy játszottam egyszer egy lobbyba Black Rain-nel, és... elfelejtettem, hogy mi volt a haverjának a neve, a másik játékos, Lord Straywolf. Igen. És az, hogy konkrétan abból állt a lobby, hogy minden meccsben valamelyik másik karakterre mentek. Na, Júria, neked lett igazad. Ott is van. Többet az arany Júria. Igen. Amikor legutóbb én beszélgettem vele, illetve találkoztam vele, akkor Black Rain sokkal többet játszott Júriennel már, mint Akumával. Aha, aha. Átugrották az intrót, úgyhogy kicsit lemaradtunk a játék elejéről, de a Crash-kertet már látjuk. Nekem még mindig egy kicsit fehér a képernyő, hoppá. És... Disconnected from Games. Mindjárt akkor beérik. Akkor ezt ráthagyom. Közben viszont egy stun, és Black Rain már csillagokat lát, de... Mephinek nem sikerült a kombó. Vissza tudsz jönni ugyanazzal az invite-tal egyébként. Igen, logóban. Igen. Backthrow. Meg V-Trigger Activation, majdnem max HP körül. Jurien, ez plusz. Hoppá, nem volt punish arra a minuszra. Vajon lesz a V-Trigger? Oké. Okay. Nagyon kevés HP van Black Rain-nek, és próbálta kijátszani a Mephit, hogy be tudja kapcsolni a V-Trigger-t, de nem jött össze, úgyhogy az első kör megint Mephié. Hoppá, micsoda szép anti-air conversion. Egy juggle-ből. Cross cut, crouch heavy punch. Szép counter hit conversion, jó a combo. Ez nem jött össze. Az se. Ha crouch-ol a Bison, akkor nem működik a headbutt. Megúszta a stunt Mephi, vagy nem. Közel vagyunk. Bison throw range-be a sarokba. Még egy throw. És V-reversal szép ki a sarokból. Az nem plusz. De nem volt elég minusz, hogy punisolható legyen. Ott a jumping, nem lett belőle nagy kombó. És be a sarokba. Dolgozunk az utcsó kis HP-n. Black Rain nagy előnyben, ez is plusz, és a low check. 1-1 körügyileg, úgyhogy... Már is... Kiderül, hogy vajon fordul-e a játék. Szép anti-air, és a mix-up. Rögtön a Razer reset után, counter hit combo, nagyszerű
Ó, de figyel Black Rain, és ebben meg is lesz a stun. Race kill. Nézzük mi a kombó. Hoppá, drop, nem baj. Ez is plusz. Ó, de Mephibátor. Viszont elkapja az EX tackle. És az plusz után a counter hit. És így 5-2-re szépít RP7. Akkor bejött az a Jurien pick akkor ezek szerint. Igen. Közben én is érkezem vissza a lobbyba, de még az első előző meccset nézem gyorsítva. Már is beéred? Headbutt round start. Semmi probléma. Na itt is vagyok. Megint a lendület. Egyelőre egy P. De még messze vagyunk a kör végétől, és már is ott a counter hit, nem lett belőle semmi. Oppá, Whiffpan is. Aha. Oppá, viszont mi, most mi? Black Rain berakta magát a sarokba. Igen. Szép a V-shift. Nem annyira jó helyzet. Aha, itt az alkalom, hogy kiusson a sarokból. Aha. Oppá, overhead activate. Ajjajjajja. A híres target combo. Még egy, ott van. Új, mekkora közkánta. Az fáj. Szép a trutek. Állj a V-trigger 2. De ott a backthrow megint. Utolsó hit. Meg lesz a Mephinek. V-trigger bekapcsolva. Hát nagyon óvatos, nagyon óvatos. Jössz 2, counter hit. Azaz. Ja, ugyebár Juriennek elvették az EX Reversal-ját, a az EX Headbutt már nem Invincible. Hát, Predictive Entire. Ott a backflow megint. Ismét szép counter hit, conversion. Oké, okay. Sarokhoz közel vagyunk, szép volt a crouch medium kick. Állj a két double throw whiff, de úgyis. Backflow volt előnybe. Bizony. Érdekes egyébként ez a matchup olyan téren, hogy Bison a knee drop-okkal kicsit nehézkes helyzetben van, és most bele is dobják a sarokba. És jön a fresher. Hoppá, ott a knee drop csak rossz verziót választott, úgyhogy szépen berakta magát a sarokba. Igen, Black Rain-nek még fine-tune-olnia kell még azt, hogy melyik knee drop-ok kellenek ott a sarokban, mert másodszorra teszi be magát a sarokba vele. Igen. Aha, szép a crash counter. Activate, menjünk a sarokba. Hoppá, szép. Ah. Meg jump heavy kick. 6-2. Igen. Szép. Megtörtént az adaptáció. Gyorsan kapcs volt. Igen. Az gyors az internet, el. Gyorsan letöltött a Dota. Volt egy kis jitter ott az elején, de elkapcsolt azért rendesen. Kíváncsi leszek, hogy vajon Black Rain is tud-e adaptálni vissza. Volt egy-két round Black Rain-től, amit ugye nem láttál, de nagyon szépen csinálta. Például mindjárt nagyon aztán közel, ott aztán. Reset. Ott a reset, ez plusz lesz. Mephi nagyon türelmes. Szépen kivédekezte, itt a lehetőség visszajönni a játékba. Szép vésik. De volt ideje ezt rótekkelni. Haha, a rótekkel. Feledesselt a Mephi, úgyhogy ez egy kicsit fájt az arcának. Aha, szép midrop. Érdekesek ezek a rándok, mert úgy látom alapvetően Mephi van előnyben, de a needroppokkal nem igazán tud mit kezdeni. Igen. Bison az entire szempontjából milyennek számít egyébként? Elég rossznak. Ó, de fiasz idő! Igen, akkor az sajnálatos. Szép. Igen, a... Vagyis hát sima jumpinek ellen elég jó, oppá, itt viszont egy counter hit rögtön. Aha. Ismételten, szép conversion. Bedobja. Szépen bedobta. Nice. Az gyönyörű a V-shift punishon. Aha. A V-reversal. Tud-e fordítani Mephi ezen a körön? Ott a plusz 2. Bármi hit elég. Júj, de közel volt. Aha, gyorsan visszamegy, csak csekkelni akarja, hogy védekezik-e. Oké! Okay. Visszaaktiváció. Egyelőre nincs. Ó, oh, gyönyörű az R2R! Találkoznak a levegőben, és megdobja a bennest az EX-tekel!
Az az EX-ekről, az autrágom. 6-3. Úgy bizony. Úgy néz ki, hogy megy oda-vissza. Jól van, jól van. Igen. Egyelőre 2-1 Black Rain-nek az új karakterrel. Viszont nincs annyi bufferje, mint Mephinek, úgyhogy rá kéne kapcsolni. Igen, igen. Betartalékolta magát Mephi a vinekből, az biztos. Tehát 6-3-nál tartunk. Igen. Szép buffer! Érdekes meaty gomb a stand medium kick Juriennek. Nagyon jól Bison Range-én kívül marad egyébként a Jurien, de ajjajjaj, ott a Crash Counter. Megette a nagy térdest. Megint elkapta a dash. A klasszik. Aha, knee drop. Igen, jön a védig igen, a target combo. Airreset, overhead, szép, plusz. Mephi kijön a sarokból. Még van egy használata a tackle-nek, de mindjárt le fog járni. Szép a... És ennyi... Kihasználta! Ez megint plusz. Aha, sarokba vagyunk. Igen. De már akkor a két sim egymás után! Nem lett belőle semmi, de... De kétszer kivételte a throw-t. Igen. Nagy kár érte, de hát végül is elhozta. Viszont most megint a team egy... control, jön az EX tackle. Na most aztán ki is jöttünk. Plusz, 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 minden plusz. Aha. Jól pozícionál a Devil's Reversal, elkapja a standing medium kick. Áááá, a throw whiff! Azonnal egyébként, ha minden igaz, akkor a nem EX knee drop-okat lehet perizni az A-skill 1-gel. Az EX-et valamiért nem, de a nem EX-eket azt hiszem lehet perizni. Nem tudom, hogy Mephi tudja ezt, jön a V-trigger. Kombó. Airreset rögtön. Airreset. Hoppá, kidobták. Á, nem. Én abban nem nyúlok bele még egyszer, akkor kidoblak inkább a sorokba. Az gyönyörű air to air. Oké, guess for game. Na, egy hit. Ujj, áh, ez basszus, fog. Húlt, de jó volt! Besétált a headstomp alá. Igen. Na, 6-4 azért tartalékolja ő is be a vineket most már, szépen lassan. Igen, és a lehető legnagyobb punish-sal is lett neki ez a round és game is. Na nézzük, hogy elhúzza valaki most akkor 6-4-nél. De egyelőre most úgy látszik, hogy eléggé oda-vissza mennek a dolgok. Most egy kicsit Black Rain van lendületben. Igen. Sajnos ha, nem volt conversion a két medium punch után. És itt messze volt a cross-uphoz már az. Aha! Szép van is a viszem. A backthrow, szeretjük. Igen, ugyebár az EX-en kívül a sima headbutt elhibáz téged, hogyha... Ugolsz. Hoppá, ez viszont egy counter hit. Mix up, egyelőre szépen védekezik Mephi. Új, viszont elkapta a V-shiftet. Aztán. Ajjajjajjajjaj. Enyém fájdalmas. De elkapja az Entire. Safe jumping. Nem Entire-nek. Ja. Nincs punish. Ha, de kijutunk a sarokba szépen. Igen, minusz 2. Igyekszek a minusz 2. Backthrow. Nincs dash check. Megint nagy crash counter. Jajjajjaj. Ezek a dash-ek egyelőre elteszik őt Black Rain-nek, és most majdnem mindent megevett egymás után. Közel a stun is. Jó, közel vagyok a stun. De jó, szép Entire. Kapott róla egy kis combot. Szerint volt, megpróbálta kibételni a throw-t. Bison throw range. Vétig elejrehető mindkét oldalt. Az overhead. De nem volt activation az overhead után. Új, a target combo. A target combo. És megint guess for game helyzet. Szép a V-shift break. Jön a Bison dash jab!
Majdnem biztos vagyok benne, hogy ez nem volt plusz, ez a második dash, de... Na, de bejött. Ez nagyon valószínű, hogy nem. Néha kell, kell ez is. Ez nem csak, a fájdalom, ez nem csak frame dota. Úgy is van. Ha nincsen tájér. Igen. Sok a grey health Mephin, hogyha most valami eltalálja, akkor az fájni fog. De egyelőre... Blackrain védekezik, még aha, több. Még egy kis grey health. Ó, viszont szép tech. És az a kis light kick mennyire fájt. Tackle után már is kevesebb élete van Mephinek, mint Blackrainnek. Ezek a tackle-ök még hogyha összejönnek, az mindig fájnak. Nem tudja konvertálni. Lehet belőle juggle-ölni, de nagyon kész kell lenni rá, úgyhogy... Igen. Ha nincs entire, dobást. Be mondjuk a sorunkba. Szépen védi most a target kombót. Blackrain megpróbálta bekapcsolni a VTG-t, csak elfelejtette, hogy nincs neki. Az nem volt plusz viszont. Szép a vérevezel. Meg is sok a Grail Health, úgyhogy figyelni kell a kis... Ajj, igen, és ott a jab. Ajjajjaj. Azaz, ó, jó lett volna az a neutral jam, csak medium kicket kellett volna nyomni a végén, nem heavy-t. Ismételten vérevezel. Blackrain taktikát változtatott V-méter használat ügyileg. Úgy látom, hogy eddig bejön neki. Tény és való, hogy Bison ellen jók a V-reversálok. De közel vagyunk. Mind a round végéhez, mind HP ügyileg. Ott van még egy V-reversál, és a medium kick. A medium kick. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó pók az a medium kick Jurien-nek. Elképesztő. Elkapta a backtest. Hát akkor ez eddig a tört? Igen, nem, egy jumpot kapott el, egy back jumpot kapott el konkrétan akkor, az a medium kick. Akkor back jumpot. Ja. 6-5 bizony. Jurien-nel eddig 80% minőtje van. Blackrain-nel. Igen, igen. Hoppá, hát a fireball round start egyből. Ú, szép. Nagyon szép. Szép volt az extended third boxon a punish. Ja, bufferelte. És jönnek megint a knee drop-ok, meg az EX move-ok. Au, au, na, au. Két counter hit. Ájj, ez minusz. Az minusz 6, jó is lett volna a punish, csak nem volt belőle special. De a tackle-lel megint bejutott. Plusz, plusz, sok plusz, ajjajjaj. Valahogy ki kell jutni ebből a sarokból, de a medium kick ezt megakadályozza. Igen. Ez nagyon jó, ilyen movement check az a medium kick, nagyon messzire elér. De szép a headbutt entire, és még konvertálja is egy eszette. Szép az EX-ekről. Igen, hoppá, nem volt counter hitből conversion, de semmi baj. És már is a sarokban vagyunk. Aj, de szép de. Volt az az NTR. Ó, és side switch! Nagyon szép reset. Hoppá. EX Scissors. Nézzük, oh, hogy Veffi vissza tudja elszerezni a lendületet. Eddig úgy tűnik, hogy... Igen, csak el ne szólja magam. az... Mint hogyha láttam volna egy V-skill egy startupot ott. Volt is. EX Scissors. Most jön Veffi. De gyönyörűen átdesselt! Neki dobja a sarokból. Mephi szereti a Vectruit még akkor is, hogyha pozícionál szempontjából nem jó. A legoptimálisabb. Ott az első V reversal, ami nem talál be, viszont ott nem Magic Pixel. És a low check. Ezzel egyelőtt. 6-6 kiegyenlített. Igen. Számítasz-e Mephi-től karakter szelektre egyébként, mert mondtad, hogy Julie-val is játszik. Jó kérdés, nem tudom, hogy mennyire érzi komfortosnak ezt a matchupot Julie-val. Aha. De általánosságban Mephit úgy ismerem, hogy vált, hogyha nagyon rossznak érzi a karaktert, vagy a flow-t. Nem tudom, hogy ebben az esetben hogy fog dönteni. Tép medium kick check. Oly, mekkora buffer azon az extended hurtboxon. Jól elkapja a... Igen. Hoppá, nincs punish. Szép. Nekem is van medium kickem, azt mondja Mephi. Igen, és eléggé hasonló az animáció is. Hú, a throw whiff. Plusz kettő. Be a sarokba, ez nem jó ötlet. De szépen kisétált legalábbis Mephi a jumping alól. A V-reversal. Hoppá. Igen, úgy látszik, hogy Blackrain most már nem nagyon tartogatja a V-triggerre a V-métert, végést. Igen. Inkább elhasználja a V-reversalokra. Szép backjump, aj, csak eldroppolt a punish, nem volt conversion, Blackrain-től se. Megy a spagetti. Aha, még egy reverse.
Most egy hit elég a Greyhound miatt, akkor, de már kicsit megy vissza a HP, és el is múlt a veszély. Igen, már is rá vissza is. Igen. Vagy hát a veszély mind nem, a két oldalon. Visszatöltődött. Állj a médium kick. Megpróbálja kivételni a szóteket. Simmi, semmi, simmi. A crouching medium kick. Hát volt olyan közel megnyomni, de összejött. Hoppá, lesz a konverzió. Azért mondjuk nincs. Igen, a merészségre annyit, hogy Black Ray részén is egy Statement V-Trigger 2 Jurient játszik, tehát eléggé merészek vagyunk. Nem az a kalkulált V-Trigger 1 Jurient az Aegis-szel. Nem. Oly, most nem volt elég az invul. Tekölnek túl sok az aktív frame-je. Vagy még azelőtt találta el, hogy bekapcsoltak az invulok. Szóval két vagy három frame van a dash közepén, ami invulnerable. Ja, Matthew tartja magát a sorokba egyelőre. I plusz. De elkapják a dolgok, de nem... igen, nagyon szép check. És ki is kerül. Oly, és ott is a crash-on. Jaj, a conversion. Jogombot nyomod. Ha még egy próbálja. Volt hozzá egy plusz direction, ami nem kellett volna. Kicsit megy a káosz. Aha, back-tru. Szép a back-tru. Corners. Ajjajjaj. Aha. Jól kimanőverezni ezen teljesen. Szerintem, hogy 6-szor helyet cseréltek. Igen. Nem, nagyon. Hoppá, és befélj a helyzet, plusz 3. Jó a tech. Ha, szép a true tech. Plusz is itt lesz, és a true. Ott a true, gyönyörű. Nagyon-nagyon szép, nagyon türelmes játék Mephitől. Na, most összeszedett egy roundot. Úgyhogy... Oly, de viszont szép volt. Szépen tájér. Aha, jól átugorja, de csak egy medium kick-upon is. Szép conversion. Szép combo. De elkapja a backdash-t, ajjajjaj. Oké, okay, az plusz. Ó, jó, neutral jump. Szépen átugorja. Reversal offenzív módon be a sorokba. Ezt nem használják az emberek általánosságban eleget, ezt a taktikát. Aha. Szép dash check, és jó a kombó is. Az még a medium kickre még pán is volt vajon? Nem tudom. Közel volt. Majd a vízre. Na mindegy. Ajjajjaj, ez nem... Az igen, amikor entire kellett volna, jött a crouching medium punch kár érte. És bizony, és most először átveszi a vezetést Black Rain. Nem az elején, az első meccset is ő nyerte, de... Igen. De visszakerült a winning positionbe 7-6-tal, igen. Aha. Szép a reset, igen. Cross up. Nagyon szép az a... Új, counter hit conversion is, ráadásul. És vá, és már is stun. Hoppá. De misztájmolja a kombót. Ezzel ad egy esélyt Mephinek. Át a tackle-ön a dash-sel. És benne is van a sorokban Black Rain. Innen szeretne kijutni, ha minden igaz. Ott a V-reversal, de ez most nem jött be ezúttal. Igen, de minden szizorral egyre beljebb kerülünk a sorokba. Aha. Oly, trade! Trade. A crash counter, de jó volt. De kár érte. Te megette el sajnos időben. Aha, az jó, ott az egész V méter, köszönjük. Bizony. Ugye ezen is rá szüksége, szépen. Viszont lehet megbánja ezt a döntését, mert Mephinek meg van a V-trigger. Most lehet, hogy jön is az activate. Ah, szép a slide a Ralandőrre. Oly, egyszerű. Jó volt a lead. Jön az activation. Mikor jön a Psycho Crusher? Ajjajjaj, a dash-en. Akár backdash-e, akár forward dash-e van szó, de Black Rain nagyon jól elkapja az igyeztekölőkkel a dash-eket. Nagyon jól érzi, hogy mikor kell nyomni. Hoppá, ez viszont fájni fog. Aha. Szép dash-up. Aha, medium kick, VS medium kick, ki a jobb? Helycsere. Hát button sok az active frame. De majdnem átment azon is a Mephi. Plusz.
Megpróbálja visszaszerezni a körét. Hoppá, az egy EX headbutt volt. Épp védekezés az overheadre. Ó, viszont elkapja a ló. Az, igen. V-trigger. Ú, sweep, oké. Nice. Ajj, belenyúl. Ajj, de kár érte. Ez a az 86. Az a V-triggerrel. 86 bizony. Juri, azért Blacklin elég szép nyerőszériával rendelkezik most Juriannel. Nem semmi. Lássuk Mephi 86-nál. Még mindig Bison, jó. Még mindig Bison, igen. Hogyha ezt a meccset is Blacklin nyeri, akkor utána már Mephinek lokkolnia kell a karakterét. Új, de szép volt ez a buffer megint. És conversion a medium kicken is. Ha, tudni kell jönni erre egyébként, hogy ugye... Oj, megint counter hit conversion! Ready! Viffel az, de nem sikerül viffel is valami. A mid drop elkapja. Szép a V-shift. V-shift, nice. Egy hitre van a stuntól. Egy csere. Jó. Megbusztam neki a stunt. Az a baj, egy kit, trade. Nagyon sok a Grey Health, igen. Kár érte. Szép a trótert. Most a Mephi fog gombokat nyomogatni, ameddig. Nem talál el valamit. Ajjaj, elkapja a jump up-ot. Úgy de szépen kivédekezte azt a throw baitet a low után. Empty jump low. Ajj! Aha, gyönyörű manőver. Szép volt, csak sajnos nem lett belőle conversion. Ó, és most a V-trigger. Ajj! Na egy kis retro. Megint megtartotta a V-triggerre a V-gidget. Épp. Igen. Még van egy lehetőség. Ó, be is talál. Még target kombó. Jaj, aztán. És az a meg. Elég volt mi? Igen. Az igen. Nem semmi. Hát na lássuk, akkor így most 9-6-nál. Igen. Hát várjál egyébként, bejött egyébként a jósatod, mert tényleg az történt, amit mondtál, hogy ilyen 10-6-nál kávé, vagy hát ilyen 10, hát nem tudom, 10-6 közelében vagyunk, de az, hogy valaki nagyon elhúz mielőtt nyer. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, még, hogy még ne vajon... előre a medvebőrére. Igen. Fordulhat a kocka. De most már az biztos, hogy Mephitől nem fogunk karakterpikket látni. Igen, most már végig kell játszani Bisonnal. Ha meg is nyeri ezt a mérkőzést, akkor is. Oké, okay, minusz 2, szép, counter hit, megvan a conversion, csak nem scissors-be végeztünk. Aha. Ejj, nem volt punish. Nem próbál kellett volna punish volni, nem? Igen, ez ilyen minusz 3, minusz 4 körül lehetett volna, úgyhogy light kick, light scissors biztos jó, de szerintem jab, medium scissors is. És beleugrik. Fireball-ba. Most jön Jurien. Oké, okay, minusz 2. Véreverze. Mephinek ki kéne használnia, hogy ez a crouching medium punch az nulla. És vagy kettőt nyom Black Rain, vagy szeret utána a medium kicket nyomogatni. Nagyon sokat használja azt a gombot viszonylag indokatlanul. Szépen kivétettek őt. Megint jó a buffer. Ajj, és lehetett volna a match point. Ne, nem, never mind. Így is összejött. Megjavította. Nézzük, matchpointon vagyunk. Úgy is van. A headbutt. Kapja a dash-t. Szépen kicsekkeli a crouchy medium punch-on, igen. Trade. Mephi sebzett többet Black Rain-be. Ajj, az EX-nél drop nagyon sokat sebez. Ott van megint a plusz frame. Látod, két. Nice! Az viszont plusz volt. A V-shift, úgy értem. Ajj, viszont most elkapják. Aha. És a V-cap szuper, de kivétel. Ajjajjaj, a V-cap szuper. Arra jön a punish. Eldropolta. Lehetőség megint Mephinek. Még van V-trigger. Szépen átugrotta a Black Rain-ét, jön a backthrow. Szerintem activation lesz, ott a slide úgy is van. Igen. Szép, elkapta az EX-teköt. De nagyon belenyomult. V-reversal. Egyelőre Mephi van a helyzet előnyben. Viszont nagyon jó a dash check. Ajaj,
match point. Egy hit elég. Nagyon, oh, nagyon türelmesnek kell lennie. Az overhead. Seals the deal. Ez egy nagyon, nagyon szép meccs volt. Igen. Azért ez a Jurien pick az eléggé kifizetődött. Igen. Kibizony. És 10-6-ra Black Rain nyerte a mérkőzést. Igen. Hát gratulálunk mind a két játékosnak, ez egy nagyon-nagyon izgalmas meccs volt, és ment rendesen oda-vissza adok-kapok. Igen, hogy... a lendület. Igen. Gál nem igazán jött be az elején, de Jurien Gorilla Style meghozta a győzelmet. Igen. Szép, szép, szép. Hát és akkor mi van most a ritéke? Most ezek után engem fogtok lehetni majd játszani Itachi ellen GG Strive-ba. Úgyhogy majd igen, stay tuned. Úgyhogy át is adom majd és akkor át is. Stafétát Piotronnak, aki nem is tudom kivel, szerintem Sanyival talán fogja kommentálni a mérkőzést. Vagy Barnival, vagy Danival, de hát majd meglátjuk. Majd meglátjuk, jó. Akkor ebben az esetben viszont köszönjük a figyelmet. És találkozunk legközelebb Street Fighterben, és még annál is hamarabb Guilty Gear Strive-ban. Én Spirit voltam, igen. Volt FX. Köszönjük a figyelmet. Úgyhogy sziasztok, és köszi a figyelmet.